Sziasztok! Üdv újra itt a csatornán, és üdvözöllek benneteket a Boszorkány konyhámban, ugyanis, ahogy látjátok, a mai videóban kocsvasztani fogunk, és el nem tudjátok képzelni, hogy ezt az egészet már milyen régóta tervezem, ugyanis, ugye, ahogy a címből is látjátok, DIY tisztítószereket fogunk készíteni, zero waste tisztítószereket, és azért halogattam, mondhatjuk, ilyen sokáig ezt a videót, mert ugye meg akartam várni, míg szépen elfogynak azok a tisztítószerek, amiket így vettem készen, és majd csak utána akartam elkészíteni ezeket, meg így folyamatosan szereztem be a hozzávalókat. Úgyhogy most végre minden összeállt, és én is itt vagyok, és végre el tudunk készíteni együtt három ilyen nagyon egyszerű DIY tisztítószert, és tényleg az egésszel egyébként ezt is szeretném közvetíteni, hogy milyen borzasztóan egyszerű összetevőkről van szó, a folyamat is borzasztóan egyszerű és gyors lesz, és mégis hiper-szuper hatékony tisztítószereket fogunk kapni, ha nem hatékonyabbakat, mint amiket a boltban veszünk meg készen. És persze egyre több ilyen ökó, meg zöld tisztítószert lehet kapni drogériákban, és azok is tök jók. Egyébként tök jó, hogy vannak. Viszont azért egyik sem olyan olcsó, mint amilyen alacsony összegből ki tudjuk ezeket hozni, meg nem is biztos, hogy olyan hatékony, meg ennek az egésznek egyébként van egy varázsa is, hogy így magunk készítjük el ezeket, és tényleg amióta én is így fokozatosan használom ezeket, teljesen el vagyok képedve, hogy a szódabikarbónával is mit lehet művelni a konyhába, zsíros foltok, meg zsíros területeken. Úgyhogy vágjunk is bele ebbe a három tisztítószer elkészítésébe. Az első egy kicsit különlegesebb lesz, ugyanis egy jóga szőnyeg frissítő, tisztító sprayt szeretnék elkészíteni. Ezt néztem ki egyébként a legrégebb óta, mert itthon jogázom folyamatosan, már egy ideje, és hát igen, a jóga szőnyeg azért jó, hogyha minden egyes használat után így kicsit át van frissítve, le van törölve, és hát néztem már ilyen készen kapható jóga szőnyeg tisztítókat is, de horribilis összegekért lehet ezeket megkapni, és azért akartam mindenképpen először is magam elkészíteni, mert hát igen, az előbb felsorolt okok miatt, úgyhogy nézzük is, hogy mi kell egy jóga szőnyeg tisztító spray elkészítéséhez. Igazából nagyon egyszerű dolgokról van szó, kell desztillált víz, ami itt van lent, 100% tisztaságú varázsmogyoró víz, vagy még hamamelész víznek is nevezik. Ezt egyébként bioboltokban lehet kapni, én a bioban vettem, ebben a nagy bio kereskedésben, és hát az illóolajok a harmadik összetevő, igazából bármilyen illóolaj jó lehet, ha azt szeretnénk, hogy picit fertőtlenítsen, akkor mehet bele teafaolaj, illetve levendula keveréke, de mehet bele citromfű, eukaliptusz, borsmenta, igazából ezek vannak itt nálam is, úgyhogy hát ennyi félét nem akarok egybe beletenni, úgyhogy én most a teafa és a levendula mellett döntök, és majd a többit a többi tisztítószerhez fogom felhasználni. Ja igen, és egy kis spray flakon, ami egyébként lehet ilyen is, amit ezt pedig a pauzából rendeltem. Majd mindenhez teszek linkeket, hogyha kíváncsiak vagytok a lelőhelyekre, viszont teljesen jó kifogyott bármilyen más sprays flakon is. Ez a flakon 250 ml kiszerelésű, úgyhogy az arányokat ehhez lövöm be így nagyjából, de hát igazából nem kőbevésett szabályok ezek, és ehhez egy olyan receptet találtam én is így az interneten, hogy 3/4 rész desztillált víz kell hozzá, és 1/4 rész hamamelész kivonat vagy víz, és ugye a többi pedig illóolaj, úgyhogy hát nagyjából a 3/4 rész az 2 deci, 190 milli ennek a 250 millis kiszerelésnek, úgyhogy egy közel 2 decinyi desztillált vizet ki fogok most mérni, és ezzel kezdjük. És ez a mennyiség már mehet is bele a kis flakonba. Jaj, csak ne burulj mellé. Okay. És a többi rész pedig ez a hamamelész víz, ami belekerül. Egyébként ennek ilyen, ezt ilyen tonikként is lehet használni, mert ilyen pórus összehúzó, fertőtlenítő hatása van, úgyhogy igazából emiatt is írta. Gondolom a recept. Jó, kb. Így ennyi. Fú, elég erős illata van.
Az illóolajok pedig megint csak így érzésre mennek, szóval én egy ilyen 10 cseppet teszek a teofolajból, és 10 cseppet a levendulából, úgyhogy nézzük is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaj, nem tudom, hogy ilyen hangon mondtam. Oksa. Jaj, és a levendula a kedvencem, úristen. Ebből is 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja igen, és még azt meg akartam említeni egyébként, hogyha nem szeretnétek ilyen varázsmogyoró vizet beszerezni, vagy éppen ecet van inkább otthon, és úgy akarjátok elkészíteni, ecettel is teljesen jól működik. Igazából itt főleg az illóolajokon van a hangsúly, mivel ugye teafaolaj is ilyen fertőtlenítő, meg levendula frissítő. Úgyhogy, ha nincs hamamelisz víz, vagy varázsmogyoró víz, akkor lehet ecettel is. A lényeg ez, és most következik az összerázás. És következik a próba, mert fújjam nagyjából erre. Júj! Hú, de jó illete van, úristen! Nyilván egyébként, hogyha intenzívebbre szeretnénk, akkor lehet még több illóolajat, vagy ha szeretnénk, hogyha mondjuk inkább a levendula legyen domináns, akkor levendulából lehet még tenni. Hát igazából ez tényleg ilyen kikísérletezés, úgyhogy nekem is ez most az első alkalom, majd közben még felfedezem meg. Szerintem legközelebb megpróbálom ecettel én is. Szerintem esküszöm, ez légfrissítőként is tök jó. Na jó. A jóga szőnyeg tisztító sprénkkel el is készültünk, még hogyha szeretnénk dekorálni az üveget, akkor nyomhatunk ilyen betűnyomóval szöveget rá, amit most gyorsan meg is teszek. Puty. Térjünk is át a második kutyulványunkra, hogy így fogalmazzak, amíg pedig már ebbe a fél literes flakonba fog kerülni, és hát igazából most, ha jobban belegondolok, ez kb. Ugyanaz, mint amit az előbb elmondtam, hogy a hamamelészvizet lehet ecettel is helyettesíteni, mert ennek egy ilyen általános tisztítószert szeretnék készíteni, amivel bármilyen felületet le lehet tisztítani, vagy akár csapot, vagy bútort, vagy a konyhapultot, szóval ilyen univerzális tisztítószert szeretnék, amihez pedig a legtöbb helyen, és hát nyilván igen, ezt a receptet találtam, hogy víz és ecet és illóolaj. Szóval a legegyszerűbb megint a világon, és igazából igen, ez jó lehet jogaszőnyeg tisztításra is. És ezt pedig olyan arányban fogom elkészíteni, hogy ugye ez 500 millis, szóval 4 deci víz fog belemenni, és 1 deci ecet. Ja, és igen, hogy miért desztillált vizet használok, arra még nem is tértem ki. Igazából szerintem sima víz is jó lenne, viszont csak ehhez annyival lehet jobb, hogy ugye úgymond tisztított, szóval, hogy maga a víz már nem tud vízkövet okozni. Én ezért gondolom, hogy ez így jobb lehet. De egyébként, hogyha nem olyan vészes keménységű a víz, akkor nyugodtan lehet csapvízzel is készíteni. Hát nem tudom, nyilván ha töményebbre csináljuk, akkor hatékonyabb, de nem akarom olyan nagyon ecetesre csinálni most, meg tényleg mivel ez most nem kifejezetten vízkő oldal lesz, az majd a következő, ezért szerintem ez a 4 deci víz, 1 deci ecet arány is okés lehet. Megcsapott az ecet, azt hiszem ez 20%-os egyébként, úgyhogy egyébként is sokkal erősebb. Oké. A többi pedig illóolajok lesznek, és van itt nekem egy ilyen keverék, amit egyébként véletlen vásároltam így, hogy citrom illatú eukaliptusz illóolaj. Igen. Úgyhogy szerintem ezt fogom alkalmazni, vagy lehet, hogy még tegyek bele borsmentát is. Annak is olyan jó illata van. És azt hiszem, az is fertőtlenítő. Na jó. Nem tudom. Vagy van borsmenta és citrom kombó, vagy eukaliptusz és citrom kombó. Borzasztó nehéz döntések ezek. Jaj. Ez az eukaliptusz citrom, ez nagyon jó, úristen. Na jó, ebből, hát hogyha az előbb egy, hát, jó, egy 10 vagy 20, vagy, most nem tudom.
Bizonytalanodtam. Nem, nem keverem ezt most már borsmántával, meg ilyenek. Jó, akkor ebből teszek 20-at, 20 cseppet ebbe. Annak elég kell talán, hogy legyen. Jó, 26 lett végletlenül belőle. De jó illata van, te jó Isten. Na igen, szóval, hogy ezek bármilyen illatot kutyulhatunk igazából belőle, úgyhogy alig várom már a következő adagot, hogy elkészíthessem egy másik illattal. És annyira jól néznek ki ezek az üvegek. Egyébként én is sokáig vaciláltam, hogy mert egyébként nem olyan olcsóak, most hirtelen nem tudom, mennyibe kerültek, de sokat vaciláltam én is, hogy na jó, vegyek az IKEA-ba 300-ért műanyagot, vagy legyen ez, de egyrészt nem akartam műanyagot, ha már tényleg zero waste, meg ilyenek, akkor legyen üveg. Nyilván ez a része műanyag, de hogy értitek, meg legyen szép egységes, úgyhogy igazából ezért vártam én is, mert így gondolkodtam, meg ezért is. Na jó, ez a legjobb része. Oké, az ecetet kb. Semennyire nem érezni, mert ez az eukaliptusz citrom. Nagyon jó, úristen. Oké, és igazából ezzel is kész vagyunk, nem maradt más hátra, mint címkézni egyet újra. Jaj, olyan jól néznek ki. Szóval kész a második tisztítószerünk is, ami az univerzális tisztító szer nevet kapta. Oké, akkor már csak nem maradt más hátra, mint a harmadikat elkészíteni, ami, ahogy az előbb is említettem, vízkőoldó lesz, kifejezetten intenzív, erős vízkőoldó. Tudjuk ugye, hogy az ecet is, ecetnek is van ilyen szuper csoda hatása, viszont több helyen olvastam ugye a citromsavról, ami szintén intenzív vízkőoldó hatással rendelkezik, és hát igazából kb. Ugyanolyan jónak írták, mint az ecetet, csak nincs szaga. Úgyhogy, meg talán picit hatékonyabb valahol, azt olvastam. Hát meglátjuk, azt majd élesben tesztelem az elképesztően vízköves zuhanykabin üvegajtón. Nem kell mondanom újra, hogy elképesztően egyszerű lesz ennek az elkészítése is. Szintén, mivel fél literes a kis flakonunk, fél liter vizet fogok kimérni. És nem kell más tennünk, már csak ezzel a fél liter vízzel, mint 3 evőkanál citromsavat belekavarni és felolvasztani. Nyilván közvetlenül ebbe is lehetne, csak olyan kis szűk a flakonnak a szája, hogy nem hiszem, hogy beletalálnék. Igen. Úgyhogy feloldom ebbe a kis dologba, ebbe a kis kikeverő poharamba, mérő poharamba ezt a 3 evőkanál citromsavat. Igen, ez kicsit most van illata, mivel ez egy uborkás üveg volt, és hát nem vesződtem azzal, hogy szaktalanítsam. Úgyhogy az egésznek uborka, savanyúság illata van. Úgyhogy ebbe is teszünk majd valami illóolajat, hogy ne ilyen illatú legyen. De ez már csak részlet kérdése igazából. És kicsit felkevergetem, hogy felolvadjon a citromsav, és mehet is az üvegbe. Egész gyorsan olvad. Ups. Na. Hát ezt jól kicentisztük. Oké, és ha használtunk már mindenféle illóolajat, akkor ebbe, hát legyen citrom vagy borsmenta, mert csak őket nem használtuk. Az illóolajokat egyébként a Zöldbolt nevű zöld webáruházból szereztem be. Ezek 100%-os tisztaságú, természetes illóolajok, amik egyébként aromaterápiás célokra is alkalmazhatók, csak most valamiért nem akar kicseppenni. Na, indulj be, kérlek! És egyébként ezzel is természetesen bármilyen, szinte bármilyen felületet lehet kezelni, csapokat, ugye üveget, csempét, a mosogatónak azt a fém részét, meg ugye a csaptelepeket is, talán még egy kis hely marad is felrázni. Szóval igen, igazából ezt is elég sok oldalúan fel lehet használni, mert hát sok olyan felület van a lakásban, ami vízkövesedésre hajlamos. Ezután pedig alig várom mindig, hogy takarítsak. Amikor új tisztítószereket szoktam venni, akkor is alig várom már, hogy hazaérjek és kipróbáljam őket takarítani, de ezek még izgalmasabbak lesznek, mert a saját kutyulmányaim
Úgyhogy tényleg remélem, remélem meghoztam a kedveteket egy ilyen kis DIY tisztítószer készítős sessionhöz. Hát most lassan fél órája megy a felvétel, de hát nyilván telepofáztam, végigpofáztam az egészet. Egy ilyen elkészítés kb. 5 perc, úgyhogy az összetevők beszerzése sokkal időigényesebb és hosszabb idő, mint elkészíteni. Úgyhogy tényleg csak buzdítani tudlak titeket is erre, mert időbe kb. Abszolút nem kerül, online mindent szuperül meg lehet rendelni hozzá, és már is el tudjuk készíteni. Ezt pedig szimplán vízkőoldónak fogjuk keresztelni. Egyébként a citromsavnak ezen kívül még rengeteg felhasználási módja van, csak hogy egy kicsit erre is kitérjek. Tényleg ugyanúgy ugye konyhai gépek vízkőtelenítésére is lehet használni, öblítőként is, vízlágyításra is lehet használni. Hát most hirtelen ezek jutottak eszembe, de még rengeteg felhasználási módot olvastam én is, úgyhogy hát alig várom. A szódabikarbónát most már elég jól megismertem, és tényleg kitapasztaltam, hogy hatékony. Most már alig várom majd, hogy a citromsavval is megtegyem ezt. Nos, elkészültünk mind a három tisztítószerünkkel. Én tényleg nagyon élveztem ennek a kis folyamatát, és hát mindenképpen lesz még a jövőben hasonló, kicsit extrább kutyulmányok is szerintem, mert például most viszont azokat először ki szeretném én is kísérletezni, mielőtt bemutatom őket a videóban. Penész írtót mindenképpen szeretnék, úgyhogy ez egy következő dolog lesz, foltisztító, hasonló dolgokat is ruhákra, úgyhogy még remélem tetszett ez a fajta tartalom, mert még számíthattuk a jövőben hasonlókra, illetve ezeknek a hatékonyságáról majd Instán be fogok számolni egy posztban, de ecetet már nagyon régóta használok, úgyhogy nyilván egyébként teljesen meg vagyok győződve, hogy ezek jól fognak működni, úgyhogy hát tényleg remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó, mára igazából ennyit gondoltam, hogyha így van és tetszett, akkor jelezzétek nekem kérlek azt egy lájkkal, illetve kommentben is nyugodtan írjátok meg, hogyha bármilyen egyéb javaslatotok van egyébként, meg szuper, hiper, szuper jól bevált ilyen DIY tisztítószer receptetek, azt is mindenképpen írjátok meg. És addig is, amíg érkezik a következő videó, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a kis csengőt, és hogyha még újak vagytok, akkor fedezzétek fel nyugodtan a csatorna többi videóját is, és addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk. Legyen csoda, szép napotok, sziasztok!